Noel Gordon, a zaragózai orvos. Toledo, Kastília, 1489. augusztus 23. Az ötvös mester fia. Bernardo Espinha balszerencséje kezdetének napján a mozdulatlan levegő nehéz volt, mint az ólom, istencsapás az arrogáns napfény. A reggel még zsúfolt rendelő szinte teljesen kiürült, amikor egy várandos asszonynak elment a magzatvize, és az orvosdoktor kiparancsolta a helyiségből a maradék betegeket. Az asszony még csak nem is maga miatt jött el a rendelésre, öreg apja szűnni nem akaró köhögését szerette volna kivizsgáltatni. A baba, az ötödik volt már, nem sokat teketóriázott a világra jövetellel. Espinha felfogta kezében a sigamlós, rózsáspiros fiúgyermeket, és amikor megpaskolta a parányi popsit, az odakint várakozók újongásban és nevetésben törtek ki a vasgyúró kis peón cérnahangú sivalkodása hallatán. A szerencsés nap hamis ígéretével kecsegtető szülés felvidította Espinhát. Délutánja szabad volt, arra gondolt, megpakol egy kosarat finomságokkal, meg egy butéli a tintóval, és kimegy a családjával a folyóhoz, a gyerekek pancsolhatnak, Estrella és ő meg borozgatva, csüpegetve tereferélnek az árnyékban. Épp elbocsátotta utolsó betegét, amikor barna csuhás novícius zötyögött be az udvarra egy szamáron, melyet túl keményen meghajszoltak a rekkenő hőségben. Sebastian Alvarez atya a nagyboldog asszony rendházba kéreti az orvosdoktor urat, hadarta el fontossága teljes tudatában, izgatottságával küzdve a novícius. A perjel azt kívánja, hogy tüstént indulj útnak. Az orvosdoktor érezte, hogy a jövevény tudja, konverzó áll előtte. Viselkedésével megadta az orvosi hivatásnak kiáró tiszteletet, hangján viszont már-már ugyanaz a pökhendiség érződött, mintha bármely más zsidóhoz intézte volna szavait. Espinha bólintott. Gondoskodott róla, hogy a szamár kis kortyokban megitassék, a küldönc ételt, italt kapjon. Maga elővigyázatosságból pisált egyet, kezet arcot mosott, harapott egy falat kenyeret. A novícius javában falatozott, amikor Espinha kilovagolt, hogy eleget tegyen a parancsoló meghívásnak. 11 esztendeje tért át a keresztény hitre, mindezóta buzgón gyakorolta választott hitét, betartotta az összes szent nevenapját, feleségével naponta misére járt, nem győzte hogyan szolgálni anyaszentegyházát. Most is késlekedés nélkül útnak eredt a perjel kérésére, vigyázva azért, nehogy túlhajtsa hátasát a nap izzó részgömbje alatt. Épp jókor ért a Hieronimita rendházhoz, hogy hallja az Angelusra hívó olvatak harangszót, és lássa a négy laikus testvért, ahogy a kosarat viszik a száraz kenyérrel, meg az üstöt, a szopabobával, a híglevessel, ami aznap az éhhalál küszöbén innen volt hivatott tartani a rendház elé gyűlt nincsteleneket. Sebastian atya a kerengőt rótta, amikor rátalált, mély beszélgetésbe merülve Giulio Perez testvérrel, a sekrestéssel. Espinhának feltűnt arcuk komolysága. Meg vannak döbbenve, futott át agyán, miközben a perjel elbocsátotta a sekrestést, és Krisztus nevében komor ünnepélyességgel üdvözölte Bernardo Espinhát. Egy ifjú tetemére bukkantunk olajfáink között, egy meggyilkolt ifjúéra, mondta a pap. A középkorú pap arcán örökös aggódó arckifejezés ült, mintha attól félne, Isten nem elégedett a munkájával. Kapcsolata a konverzókkal tisztességesnek volt mondható. Espinha lassan rábólintott, de agyában már csilingelt a vészcsengő. Erőszakos idők ezek. Sajnálatos gyakorisággal kerülnek elő holttestek, de minek orvos ahhoz, akiből már elszökött az élet? Gyere! A rendfőnök elvezette a cellához, ahol a holttestet kiterítették. A hőségben az emberi múlékonyság édeskés bűze már is odacsalta a legyeket. Espinha igyekezett aprókat lélegezni a hányinger ellen, kevés sikerrel. Az erőteljes alkatú fiatal testen, melyre végső illendőségből pokrócot dobtak, mindössze egy ing volt. Bernardo Espinha elfacsarodó szívvel ismert rá az arcra, és keresztet vetett, nem is tudván, hogy az önkéntelen mozdulat a meggyilkolt zsidó fiúnak, saját magának, vagy a jelenlévő papnak szól-e. Ki fogjuk vizsgálni a halálesetet? A perjel ránézett. Mindent megtudunk, ami megtudható, mindent, ismételte meg,
Bernardo pedig továbbra is értetlenül biccentett. Néhány dologgal már most is tisztában voltak mind a ketten. Ez Helkiász Toledano fia, Meir, mondta Bernardo, a pap pedig rábólintott. A meggyilkolt fiú apja egész Kasztília egyik legkiválóbb ötvös mestere volt. Emlékezetem szerint a fiú legfeljebb 15 esztendős lehetett, mondta Espinye. Minden esetre alig túl a gyerekkorom. Minden úgy van, ahogy rátaláltatok? Igen, Angelo testvér bukkant rá matutinum után, amikor olajbogyót szedett a hajnali hűvösben. Szabad megvizsgálnom a testet, rendfőnök atyám? Kérdezte Espinye. A perjel türelmetlenül intett. A fiúnak hegek nélküli ártatlan arca volt, vállán és mellkasán friss hózsolások, combján véraláfutás. Három könnyű, szúrt seb a hátán, és egy vágás a bal oldalán, a harmadik borda magasságában. A végbélnyílás szétroncsolva, a falpofák közén sperma, és jajvörös vérgöröngyök a felhasított torkon tátongó seb mentén. Bernardo ismerte a családját. Hithű, nyakas zsidók gyűlölik az olyanokat, akik, mint ő is, saját akaratukból fordítanak hátat apáik vallásának. A vizsgálat után Sebastian atya megkérte az orvosdoktort, hogy kövesse a szakellumba, ahol az oltár előtti kövezeten térdre ereszkedve elmondtak egy miatyánkot. Majd Sebastian atya kis szantálfa dobozt vett elő az oltár mögötti szekrényből. Felnyitotta, négyszögre hajtogatott bíborvörös selyemkendőt vett ki belőle. Amikor az erősen beparfümözött kendőt széthajtotta, Bernardo Espinya fél arasznál rövidebb, szikkat és fakó szilánkot pillantott meg. Tudod-e, mi ez? A pap láthatóan nem szívesen adta ki kezéből a tárgyat. Espinya közelebb húzódott a táncoló fényű fogadalmi gyertyákhoz és szemügyre vette. Egy emberi csont, rendfőnök atya. Úgy van, fiam. Bernardo keskeny és ingatag pallón egyensúlyozott a boncasztalnál töltött hosszú, titkos órák árán szerzett tudás alattomos szakadéke fölött. Az anyaszentegyház bűnnek nyilvánította, tiltotta a boncolást. Espinya azonban még zsidó volt, amikor inosul szegődött Samuel Provo, a híres zsidó orvosdoktor mellé, aki titokban boncolásokat végzett. Most Bernardo egyenesen a perjel szemébe nézett. A combcsontnak, az emberi test legnagyobb csontjának egy szilánkja, annak is a tért felőli végéből. Szemügyre vette a nyűjt csontot, felmérte tömegét, ívét, az ismertető jegyeket, a bemélyedéseket. Egy nő jobb lábából való. Mindez így ránézésre megmondható? Igen. A pap szeme sárgás színt öltött a gyertyák fényénél. A megváltóhoz kapcsolódó relikviák egyik legszentebbikét tartod a kezedben. Egy erekje. Bernardo Espinya érdeklődve méregette a csontot. Soha nem remélte, hogy ilyen közel kerül egy szent erekéhez. Az egyik vértanú csontja? Szent Annáé, válaszolta halkan a perjel. Espinyának időbe telt, míg felfogta. Szűz Mária anyjáé! Nem, az képtelenség, gondolta, aztán elborzadva vette észre, hogy dőrességében hangosan morfondírozott. De bizony, fiam, ezt azok is tanúsítják, akik az ilyesmivel foglalkoznak Rómában. Rodrigo Lancol bíboros őméltósága küldte rendházunknak. Espinya erekét tartó keze megremegett, ami különösnek tetszett olyas valaki esetében, aki évek óta kiváló sebészként kereste kenyerét. Óvatosan visszaadta a papnak a csontot, aztán újra letérdepelt, keresztet vetett, és csatlakozott az újabb fohászokba kezdő rendfőnök atyához. Utóbb már ismét kint a forró napsütésben Espinya fegyveres férfiakra lett figyelmes a rendház körül, akik nem tűntek szerzeteseknek. Rendfőnök atyám, te ugye nem találkoztál a fiúval tegnap este, még éltében? Nem, fiam, felelte Sebastian atya, és végre elmondta, miért hívatta. Rendházunk megbízást adott Helkiás ötvös mesternek egy cizellárt arany-ezüst erekje tartó elkészítésére. A kerjet formázó mestermunkát megszentelt kegytárgyunk tárolására szántunk, míg alkalmas kegyhelyet nem építünk Szent Anna tiszteletére. A művész elragadó tervrajzokat készített, joggal hittük, hogy a kész erekje tartó méltó lesz feladatához. A fiú tegnap este kellett volna átadja az elkészült munkát, a holtest közelében üres bőrtarisznyát találtunk. A fiú gyilkosai épp úgy lehetnek zsidók, mint keresztények. Neked zsidó-keresztény orvosként ezekhez is, azokhoz is van bejárásod, derítsd fel a gyilkosok kilétét.
Bernardo eszpénye leküzdötte az ellenérzést, amit a pap fafejű tudatlansága keltett benne, mert mi más is azt hinni, hogy egy konverzó bárhol szívesen látott vendég. Mindközül engem kellene utolsóként ilyesmivel megbíznod, atyám. Ne szabadkozz! A pap farkas szemet nézett vele, tekintetében annak az embernek a leplezetlen keserűsége, aki egy eljövendő világ reményében minden földi hívságról lemondott. Meg kell találnod ezeket a rablógyilkosokat, fiam. Mutasd meg a démoni erőknek, hogy képesek vagyunk szembeszállni velük. És most eredj Isten hírével. Az Istentől való ajándék. Sebastian atya kikeszthetetlen hitű embernek ismerte Giulio Perez testvért, méltónak akár a perjelségre is, ha őt magát más feladat vagy a halál elszólítaná a nagy boldogasszony rendházból. Ezzel együtt a sekrestésnek volt egy jellemhibája. Túlontúl megbízott az emberekben. Sebastian atya nyugtalanítónak találta, hogy a 6 fegyveresből, akiket Giulio testvér a rendház körüli járőrözésre felfogadott, mindössze 3 kemény tekintetű strázsa ismerős, Giulio testvér vagy akár a maga számára. A perjel fájdalmasan tudatában volt, hogy a rendház jövőjének záloga, a sajátjáról nem is beszélve, a kápolnában elrejtett kis fadobozban nyugszik. Az erek jelenléte hálával és megújó csodálattal töltötte el, de aggodalommal is, amiért ilyen irdatlan megtiszteltetés és felelősség szakadt a nyakába. Annak idején az alig 12 esztendős valenciai Sebastian Alvarez látott valamit egy fekete porcelán kancsó mázas felületén. A látomás, mert hogy ő akként könyvelte el, egy rémisztő éjjelen jelent meg előtte, amikor felriadt 2 fiú testvérével, Agustinnal és Juan Antonioval megosztott hálókamrájában. Ahogy a fekete porcelánra merett a holdfényes szobában, megjelent neki a feszület, és rajta mi urunk Jézus Krisztus. A részletek egybefolytak, sem Jézus alakja, sem a keresztfa nem volt tisztán kivehető. A látomást követően a kis Sebastian meleg és gyönyörteli álomba süppett. Reggelre kelve a látomás eltűnt, de az emlék tisztán és kitörölhetetlenül megmaradt agyában. Soha senkinek nem árult el, hogy Isten a kiválasztották kegyében látomásban részesítette. Bátyai kigúnyolták volna, és ráfogják, hogy a teliholdat látta tükröződni a kancsón. Apja, egy báró, aki úgy vélte, származása és birtokai feljogosítják a fékevesztett brutalitásra, elverte volna, amiért ostobaságokat hord össze. Anyja pedig, apjuktól rettegő, szolgalelkű anyja, alig beszélt saját gyerekeivel. A látomás éjszakájától fogva azonban Sebastian tisztán látta maga előtt eljövendő hivatását, és olyan fokú jámborságról tett tanúbizonyságot, hogy családja különösebb lelki fordulás nélkül besuvaszthatta az Anya Szent Egyház szolgálatába. Felszentelés után elégedett alázattal szolgált különböző jelentéktelen posztokon. A felszentelést követő 6. évben aztán hasznát vette bátyja Juan Antonio megnövekedett ázsiójának. A bárói cím és Valencia környéki birtokaik Augustin testvérükre szálltak. Juan Antonio viszont Toledóban benősült a befolyásos Borgia családba, és felesége rokonai elintézték, hogy Sebastian átkerüljön a toledói érsekséghez. Sebastian kinevezték káplánnak egy új Hieronimita rendházba, és egyben a perjel Geronimo de Gá atya helyetteséül. A nagy boldogasszony rendház koldus szegény volt. Saját földjei, leszámítva azt, amin a rendház állt, nem voltak, de bérleti díjat fizettek egy olajfa liget haszonvételéért. Juan Antonio pedig jótékonyságból megengedte a szerzeteseknek, hogy birtoka sarkait és sovány szegély parcelláit szőlővel telepítsék be. A rendház nem sok pénzadományt kapott Juan Antoniótól vagy bárki mástól, és dúsgazdag novíciusok sem jelentkeztek a szent szolgálatra. Geronimo de Gá atya halála után Sebastian Alvarez mégis a kevésség vétkébe esett, amikor a szerzetesek megválasztották perjelüknek, bár gyanította, hogy csak azért érte a megtiszteltetést, mert Juan Antonio a testvére. A rendfőnökség első 5 éve testileg-lelkileg kimerítette. Sebastian atya azonban a napi gondok taposó malvában sem adta fel álmait. Az óriás cisztercita rendet is maroknyi megszállót hívta életre annak idején, akik kevesebben és kevesebből gazdálkodtak, mint az ő szerzetesei. Ahányszor egy közösségben a fehér csuhás cisztercita barátok száma elérte a 60-at,
12-jüket elküldték, hogy újabb rendházat alapítsanak. Így terjeszkedett a rend Európa szerte Jézus üdvére. Isten segedelmével saját szerény rendházuk is képes lenne erre, hajtogatta magában Sebastian atya. Az úr 1488. esztendejében római látogató okozott izgalmat Sebastian atyának, és perzsítette fel Kasztília vallási életét. A spanyol születésű Rodrigo Lancol bíboros Sevilla közelében Rodrigo Borgiaként jött világra. Gyermekként örökbe fogadta nagybátyja, harmadik Kallixtus pápa, és utóbb félnivaló férfivá, iszonyatos egyházi hatalom birtokossává lett. Az Alvarez család régtől fogva baráti és szövetségesi viszonyban állt a Borgiákkal, és a családok közötti szoros köteléket csak tovább erősítette Eleanor Borgia és Juan Antonio házassága. A Borgia kapcsolatnak köszönhetően Juan Antonio egy-kettőre az udvari események elmaradhatatlan résztvevőjévé lett, és az járta róla, hogy a királynő szívébe is belopta magát. Eleanor Lancol bíboros első unokatestvére volt. Egy erekét csak, mondta Sebastian Eleanornak. Utált könyörögni sógornőjének, nem szenvedhette hiúságát, őszintétlenségét, rossz kedvében feltámadó dacosságát. Egy vértanútól, esetleg valamelyik kisebb szemtől, ha ő méltósága hozzásegíteni a rendházat egy ilyen erekéhez, végleg fellélegezhetnénk, biztosan hajlandó rá, ha te kéred. De nem tehetem, tiltakozott Eleanor. Lancol látogatásának közelettével Sebastian még alázatosabb, még kitartóbb lett, sógornője ellenállása ellenben lanyhult. Végül, hogy a nyűktől megszabaduljon, és akkor is csak a férje kedvéért, Eleanor megígérte Juan Antonio öccsének, hogy minden tőle telhetőt el fog követni, hogy sikerre vigye ügyét. A bíboros szórakoztatásáról tudva levőleg, Huenszában Eleanor nagybátyjának, Garci Borgia Huneznek a birtokán gondoskodtak. Beszélek a bácsikámmal, és megkérem, hogy segítsen, ígérte Sebastiannak Eleanor. Mielőtt elhagyta Spanyolországot, Lancol bíboros a környék összes szerzetesének, papjának és prelátusának részvételével misét celebrált a toledói székesegyházban. Isten tisztelet után Lancol szerencsekívánok gyűrűjében állt, fején a bíborosi mitra, kezében a hatalmas pásztorbot, nyakában a pápától kapott pallium. Sebastiannak a távolból úgy tűnt, újabb látomása támadt. Meg sem próbálta közelébe férkőzni. Eleanor jelezte, hogy Garci Borgia Hunes viszont előadta óhajukat. A nagybácsi rámutatott, hogy az Európa összes országaiból összesöreglett lovagok és martalócaik a nagy keresztes hadjáratok után rendre Spanyolországon átvonultak haza. És vonulások közben kiforgatták az országot szent erekjeiből, vértanúk és szentek csontjait ásták ki, és szinte kedvükre ragadták el a kegytárgyakat az útjukba eső templomokból és katedrálisokból. A nagybácsi virágnyelven Lancol értésére adta, egész Kasztília a lába előtt heverne, ha egy erekét küldene a spanyol papnak, ki házasság révén rokonukká lett. Sebastian tudta, hogy az ügyben istené és a Rómában székelő felkent szolgáié a végső szó. Úgy érezte, vánszorognak a napok. Első vakmerőségében keresztény fohászokat beteljesítő, gyógyító erejű erekéről ábrándozott. Egy fajta erekje messzi tájakról odavonza a hívőket és adományokat. A kis rendházból hatalmas, nyüzsgő monostor lesz, perjeléből pedig, ahogy a napokból hetek és hónapok lettek, erőt vett magán és félretette az álmot. Jószerével minden reményét feladta, amikor a toledói érseki hivatalba hívatták. Rómából évente kétszer érkezett Toledóba szentszéki küldemény, ez a mostani, sok más egyéb mellett egy pecséttel lezárt csomagocskát tartalmazott, a nagyboldogasszony rendház perjele Sebastian Alvarez atya számára. Szer fölött szokatlan volt, hogy egy egyszerű pap pecséttel lezárt csomagot kapjon a szentszéktől. Guillermo Romero segédpüspök, aki a csomagocskát Sebastiannak átadta, várakozásteljes izgalommal várta, hogy a perjel felnyissa a küldeményt, és beavassa a tartalmába, amint az egy engedelmes paptól elvárható. Majd szétvedette a dű, amikor Alvarez atya átvette a csomagocskát, és már ott sem volt. Sebastian megvárta, még magára marad a rendházban, csak akkor törte fel reszketek ujjakkal a viaszpecsétet. A csomag egy Translatio Sanctae Annae című iratot rejtett,
Sebastian atya leereszkedett egy székre, kábulta, olvasni kezdte, és lassan megértette, hogy Szűz Mária anyja földi maradványainak történetét tartja a kezében. Szűz Mária anyja, a zsidó Hanna, Joachim felesége, Názaretben halt meg, ott helyezték végső nyugalomra. Már a korai keresztények is szentként tisztelték. Kevéssel az asszony halála után két unokatestvére, Mária mind a kettő, egy Maximin nevű távolabbi rokonnal egyetemmel felkerekedtek a Szentföldről, hogy idegen földekre is elvigyék Jézus evangéliumát. Küldetésük fényét emelte a kis fakoffer, melyben Szűz Mária anyjának egy némely földi maradványait vitték magukkal. A három ige hirdető átkelt a földközi tengeren, Marseille-ben értek partot. A két nő egy közeli halászfalucskában neki kezdett a térítésnek. Maximint pedig megbízták, hogy vigye biztonságos helyre a szent csontokat a gyakori támadásoknak kitett partvidékről. A férfi Apt városában állapodott meg, ahol kegyhelyet épített az erekjégnek. A csontok több száz évig Aptban maradtak. A 8. században azután látogatást tett a kegyhelyen egy férfi, akit katonái Carolus Magnusnak, Nagy Károlynak hívtak. A frankok királya elképedve olvasta a kegyhely feliratát. Szent Anna a dicsőséges Szűz Mária anyja maradványainak nyughelye. A katona király kiemelte a csontokat a penészes szemfedélből, miközben lenyűgözve tartotta kezében a Krisztushoz kapcsolódó tárgyi bizonyítékot, isteni jelenlét csalhatatlan jeleit érzékelte. Nagy Károly a csontokból többet legközelebbi barátainak ajándékozott, és maga is megdésmálta a kegyhelyet, saját részét Aix-la-Chapelle-be küldve, majd a csontokról lajstromot készítetett, megküldte a pápának, a maradék erekéket pedig az apti bíboros és utódai őrizetére bízta. Az úr 800. esztendejében a zseniális hadvezér Carolus Magnus több évtizedes csatározás után meghódította Nyugat-Európát, és Charlemagne néven római császárrá koronázták. Koronázási palástján szembeötlő volt Szent Anna hímzett alakja. A szent maradék földi maradványait eltávolították a názareti sírhelyből. Egyes darabok különböző országok templomainak birtokába kerültek. A legutolsó három csontot a Szent Atya oltalmára bízták, ezek utóbb több mint egy évszázadot töltöttek a római katakombákban. Aztán 830-ban egy Doez Dona nevű erekjetolvaj, mellesleg római katolikus szerpap, a fuldai és molheimi német rendházak megrendelésére gyakorlatilag kitakarította a katakombákat. Doez Dona egyebek közt áruba bocsátotta Sebestién, Fábián, Sándor, Emerencia, Felícia, Felicimissus és Orbán szentek földi maradványait. Valahogy elkerülték azonban a figyelmét Szent Anna csontjai. Az egyházi hatóságok a fosztogatást észlelvén másik raktárba helyezték át a csontokat, ahol aztán háborítatlanul porosodhattak évszázadokon át. Sebastian atya most arról értesült, hogy a három értékes erekje egyike hamarosan rendházába érkezik. A következő 24 órát azzal töltötte, hogy a kápolnájában térdepelve hálaimákat mormolt, egyik matutinuntól a másikig étlen szomjan. Amikor megpróbált felállni, lába cserben hagyta, aggodalmas szerzetes társai cipelték cellájába. Végül az úr mégis erőt adott neki, és elment Juan Antóniohoz és Garci Borgiához, hogy megmutassa nekik a translációt. Az illően átszellemült rokonok vállalták, hogy fedezik a gyerekje tartó költségeit, melyben a csontszilánkot a megfelelő kegyhely felépültéig tárolhatják. Hosszasan töprengtek, ki lenne a jeles mester, akire ilyen horderejű feladatot rábízhatnak. Végül Juan Antonio ajánlotta Sebastiannak, hogy Helkiász Toledánót az ötletes megoldásairól és kecses ötvös remekeiről híres zsidó ötvös mestert kérje fel az ereke tartó elkészítésére. Az ötvös és Sebastian összeültek, hogy megbeszéljék az ereke tartó kivitelezésének módját, és sikerült is egyességre jutniuk, csak úgy, mint az ár dolgában. Mi több, a papnak az is eszébe ötlött, micsoda gyönyörűség volna, ha megnyerhetné ennek a zsidónak a lelkét Krisztus számára a munka által, melynek elvégzését az Úr tette szükségessé. A vázlatrajzokból kiderült, hogy Helkiász nem egyszerűen mestere, művésze szakmájának. A belső kelyhet, a szögletes talapzatot és a fedelet
Sima, tömör ezüstből szándékozott kialakítani, ezen kívül javaslatot tett két női alak megformálására ezüst szálakból filigrán ötvös munkával. A kecses egyértelműen női alakok csak hátulról látszanak az anya bal felől, a még nem egészen asszonyos leány a fejek körüli glóriáról azonosítható. Helkiasz a cibóriumot a Hanna számára ismerős növények, szőlőfürtök és olajbogyók, gránátalmák és datoja, füge és búzakalászok, árpa és tönkölybúza buja egyvelegével kívánta borítani. A kehely túloldalára az eljövendők előlekeként az időbeli távolságot térbelivel érzékeltetve Helkiasz tömör ezüstből álmodta meg a feszületet, mely jóval Hanna halála után egy új vallás jelképévé válik majd. Az aranyból elkészítendő kisded a feszület lábához került. Sebastian atya attól félt, hogy a két adományozó saját elképzelései lovagolva késlelteti majd a terv elfogadását, de legnagyobb örömére Juan Antonio és Garci Borgia mindketten lenyűgözőnek találták Helkiasz rajzait. Pár héten belül rá kellett jöjjön, hogy a rendház küszöbön álló nagy szerencséje nem titok többé. Valaki, Juan Antonio, Garcia Borgia vagy a zsidó eldicsekedett az erekével, vagy esetleg Rómában szólt el magát valaki. Az anyaszenthegyház időnként olyan volt, mint egy nagy falu. Toledo vallásos közösségének tagjai, akik eddig tudomást sem vettek létezéséről, most nagy szemeket mereztettek rá, de Sebastian látta, hogy tekintetükbe rosszallás vegyül. Guillermo Romero segédpüspök megjelent a rendházban, szemlét tartott kápolnájában, konyháján és a szerzetesek celláiban. Az oltári szentség Krisztus teste, mondta Sebastiannak, melyik erekje hatalma nagyobb annál? Semeiké, eminenciás uram, mondta Sebastian megkunyászkodva. Ha a szent család erekéje Toledóba kerül, úgy van rendjén, hogy a püspöki székhez kerüljön, és nem pedig annak egyik alárendelt intézményéhez, mondta a bíboros. Sebastian erre már nem válaszolt, de tekintete állt a Romeróét, és nyoma sem volt benne meghunyászkodásnak. A bíboros nagyot horkantva elvezette kíséretét. Mire Sebastian atya rászánta magát, hogy megossza Giulio testvérrel az örömhírt, a sekrestés rég értesült róla unokatestvérétől, aki az egyházkerületnél teljesített papi szolgálatot. Sebastian számára hamarosan napnál világosabb lett, hogy mindenki tudja, amit ő, beleértve saját szerzeteseit és novíciusait is. Giulio sekrestés unokatestvére szerint a különböző rendek drasztikus cselekvési tervekkel reagáltak a kitudódott hírre. A ferencesek és a bencések már is határozott hangú tiltakozó üzenetet küldtek Rómába. A hitüket a Szent Szűz imádatára alapozó ciszterszitákat felbőszítette, hogy a Szűz anyjának erekéje egy hieronimita rendház tulajdonába kerül, és Rómában kerestek pártfogót, ki érdekeik mellett kiáll. Még a hieronimita renden belül is célozgattak rá, hogy nem való ilyen fontos erekje egy ilyen szerény rendháznak. Sebastian atya és Giulio testvér világosan látta, hogy a rendház borzalmasan kényes helyzetbe kerülne, ha bármi meghiúsítaná az erekje készhezvételét, és a rendfőnök és sekrestése sok-sok órát töltött a térdén együttes imádkozással. Egy meleg nyári nap végül megjelent a nagyboldogasszony rendháznál egy tagva szakadt szakállas férfi, a peónok szegényes öltözékében állított be, épp amikor a szopábobát kezdték osztani, amit azután maga is olyan szívesen elfogadott, mint bármely más éhező nincstelen. A hígleves utolsó cseppjét behörpintve, a férfi Sebastian atya után kérdezett név szerint, és amikor magukra maradtak, felfedte kilétét. Tullio Brea atya mondta a római szentszéktől, Rodrigo Lánkol bíboros üdvözletével érkezett. Foszlott a risznyája, kis fadobozt rejtett. A dobozból erősen illatosított vérvörös sejemkendő került elő, abból pedig a nagy utat megtett csontdarabka. Az olasz pap mindössze az esti istentisztelet végéig maradt, de soha olyan örömteli és hálás vecsernyét nem celebráltak a nagyboldogasszony rendházban. Alig, hogy véget ért, Tullio atya fogta magát, és amilyen észrevétlenül jött, ugyanúgy veszett bele most az éjszakába. Utóbb Sebastian atya sóváran gondolta el, milyen gondtalan élet is lehet Isten szolgájaként áruhással járni a világot. Rácsodálkozott a bölcsességre, hogy egy ilyen kincset érő tárgyat egy szem jámbor hírvivőre testáltak, és üzenetet küldött a zsidó Helkiasznak, javasolván,
hogy az elkészült ereklyetartót ő is egyetlen futárral, sötétedés beállta után bocsássa útnak. Helkiász úgy is tett, a fiát küldte el, ahogy Isten annak idején ugyanazzal az eredménnyel. Meir zsidó fiú volt, nem juthatott be a mennyország kapuján. Szebesztián atya mégis imádkozott a lelkéért. A rablógyilkosság rányította szemét, milyen sarokba szorítottnak érezhetik magukat az ereklye védelmezői, és Meir neve mellett az orvos doktorét is imába foglalta, kit Isten szolgálatára bocsátott el a rendházból. A keresztény zsidó. A rendfőnök atya a legveszedelmesebb emberfajtából való egy bölcs, aki időnként emeletes szamarságokat vesz a fejébe, füstölgött Bernardo, ahogy tovalovagolt. Bernardo eszménnyel tudta, hogy senkinek nincs kevesebb esélye nála, hogy akár a zsidókból, akár a keresztényekből bármit kiszedjen, hiszen őt mindkét felekezetbeliek megvetik. Bernardo ismerte az Espinha család történetét. A legenda szerint első ősük, aki az ibériai félszigeten megtelepedett, Salamon templomának papja volt. Az Espinhák és a többiek túlélték a vízigótok királyainak uralmát és az egymást követő mór és keresztény hódítókat. Aggályosan tiszteletben tartották a monarchia és az ország törvényeit, ahogy azt rabbiaik meghagyták. A zsidók a spanyol társadalmi ranglétra tetejéig emelkedtek. Miniszterként szolgálták a királyt, feltalálták magukat orvosként és diplomataként, pénzkölcsözőként és bankárként, akár csak adószedőként és kereskedőként, vagy gazdálkodóként és kézművesként. A csőcselék mégis szinte generációról generációra vérfürdőket rendezett köztük az anyaszent egyház tudtával, esetenként támogatásával. A zsidók veszedelmes, befolyásos fajzat, megingatják a derék keresztények hitét, mondta nagy komolyan Bernárdónak a pap, akinél kikeresztelkedett. A domonkos rendiek és a ferencesek évszázadokon át tüzelték az általuk csak Pueblo menudónak, apró népnek nevezett alsóbb rétegeket a zsidók ellen, és a hergelés eredménye az időről időre fellobbanó, engeszteledetlen zsidóüldözés volt. Az 1391-es vérengzések után 50 ezer zsidót mészároltak le. A zsidó történelem egyetlen tömeges kikereszkedelkedési hullámában több százezren vették fel a kereszténységet, ki az életét mentve, ki, hogy előrejutását segítse egy zsidó gyűlölő társadalomban. Egyesek, mint például Espinha, valóban szívükbe fogadták Jézust, sokan azonban csak névlegesen lettek keresztényi, és suttyomban továbbra is ótestamentumi istenükhöz imádkoztak. Ezeknek az eretnekeknek a felkutatására és elpusztítására hagyta jóvá 1478-ban IV. Sixtus pápa a spanyolországi Szent Inkvizíció megalapítását. Espinha hallotta, hogy egyes zsidók Los Maranosnak, disznóknak hívják a konverzókat, azt állítva, hogy örök kárhozat várja őket, és végítéletkor nem fognak feltámadni. Mások kegyesebben Anuzimnak, kényszerítettek nevezték a hittagadókat, mondván, hogy az Úr megbocsát azoknak, akik kényszer alatt a túlélés reményében cselekszenek. Espinha összántából tért meg, még zsidó fiúcskaként ragadta meg képzeletét Jézus, amikor a székesegyház kitárt ajtaján át megpillantotta a keresztre feszített alakot, vagy ahogy apja és egyik másik ismerősük időnként emlegette, az akasztott embert. Fiatal orvos inasként gyakran eszébe ötlöttek Jézus szenvedései, miközben betegei gyötrelmét igyekezett enyhíteni, és a kezdeti érdeklődés fokozatosan izzó hitté és meggyőződéssé érett. Végül pedig a keresztényi tisztaság és a kegyelmi állapot utáni vágyá. Mihelyt elkötelezte magát egy istenség iránt lobbant szeretetre, úgy érezte, ez a szeretet sokkal erősebb, mint a hitükbe beleszületett keresztényeké. A tarsuszi Saul Jézus imádata sem lehetett hatalmasabb, saját megingataratlan, és bizonyos a férfi asszony utáni vágyódásánál is emésztőbb szenvedélyénél. 21 évesen kért és kapott bebocsátást a katolicizmusba, egy évvel azután, hogy orvosdoktori oklevelét kézhez vette. Családja gyászba borult, Cádizt mondtak érte, ahogy hallottakért szokás. Apja, Jacob Espinha, aki addig szeretetteljes büszkeséggel nézett rá, üdvözlését sem fogadva ment el mellette a főtéren, mint aki meg sem ismeri. Ez Jacob Espinha életének utolsó évében történt. Egy hete a földben nyugodott, mire Bernardo értesült a haláláról.
Espinha novénát ajánlotta lelki üdvéért, de azután nem tudta megállni, és elmondott egy kártiszt is. A minnyán megnyugtató jelenléte nélkül hálószobájában zokogta végig a halott témát. A gazdag és sikeres megtérteket a nemesség és a középosztály is befogadta, sokan keresztény házastársat választottak maguknak. Bernardo Espinha a nemesi származású Estrella de Arandát vette feleségül. Új keletű vallási elragadtatásától vezérelve, és hogy Estrella családja befogadta, első neki buzdulásában az észérveket félretéve azt remélte, betegei hittestvérüknek, az ő messiásukat elfogadó, kiteljesült zsidónak tekintik majd, mégse lepte meg, amikor továbbra is fejéhez vágták származását. Toledo elöljárói Espinha apjának fiatalkorában hoztak egy rendeletet. A törvény erejével kimondatik, a megáltalkodott zsidó ősök úgynevezett megtért ivadékai, aljasságuknál és alávalóságuknál fogva méltatlanok és alkalmatlanok, hogy bármelyik közéleti tiszthez vagy megbízáshoz jussanak Toledo város határain belül, illetve a fennhatósága alá eső területeken, amint hogy nem tölthetnek be nótáriusi vagy esketői szerepet sem, és nem gyakorolhatnak semmi nemű hatalmat a katolikus anyaszentegyház igaz keresztény hívei felett. Bernardo újabb monostorok mellett lovagolt el, egyesek alig voltak nagyobbak a nagy boldogasszony rendháznál, mások mérete kisebb faluéval vetekedett. A katolikus királyok alatt népszerűvé vált az egyházi szolgálat. A nemesi családok másodszülött, az öröklésből törvény által kirekesztett fiú gyermekei a papi hivatás felé fordultak, ahol családi kapcsolataik gyors előmenetelt biztosítottak számukra. Az elsőszülött leányok kiházasításakor a kérők által követelt tetemes hozomány másrészt apáza sorba kényszerítette ugyanezen családok fiatalabb lánygyermekeit. A nincstelen parasztok számára az egyházi pálya a vallási rendek biztosította javadalom volt az egyetlen kiút a röghöz kötöttségből. A rendházak megszaporodtával áldáz és ocsmányvetélkedés kezdődött el anyagi forrásokért. Lehet, hogy Szent Anna erekéjével a nagyboldogasszony rendház megcsinálja a szerencséjét, de a perjel azt is elmondta Bernárdónak, hogy a befolyásos benedekrendiek, a minden hajjal megkent ferencesek és az erőtől dúzadó geronimiták, és ki tudja ki más még, mind szervezkednek, terveket szőnek a szent család erekéjének megkaparintására. Espinha nem szívesen keveredett volna e hatalmas érdekcsoportok játszmáiba, hogy aztán őt is olyan könnyen eltiporják, ahogy Meir Toledánót megfosztották életétől. Bernardo először is megpróbálta rekonstruálni a meggyilkolt fiú útvonalát. Helkiász ötvös mesterháza több másikkal együtt két zsinagóga közé épült. A nagyobbik zsinagógát már évekkel ezelőtt kisajátította az anyaszentegyház. A zsidók most a Sámuel Halevi zsinagógában tartották Isten tiszteleteiket, melynek pompája azokat a napokat idézte, amikor még könnyebb volt soruk. A zsidó közösség elég kicsi volt, hogy mindenki tudja, ki hagyta el a hitet, ki az, aki csak úgy tesz, és ki az, aki megmaradt zsidónak. Ha tehették, nem közösködtek új keresztényekkel. 4 évvel korábban Helkiász elkeseredésében mégis Espinhához fordult orvosi segítségért. Felesége, a jótét lélek Eszter, a zsidóságnak nagy rabbikat adó Salomán család leánya sorvadásnak indult, és az ötvös mester egyetlen gondolata az volt, hogy életben tartsa 3 fia édesanyját. Bernardo keményen küzdött az asszonyért, minden tudását latba vetette, még Krisztushoz is fohászkodott az életért, miközben mellette Helkiász Jehovához könyörgött. Mégsem tudta megmenteni Helkiász feleségét, az Úr legyen könyörületes, örök életű lelkéhez. Most megállás nélkül viharzott el Helkiász bal végzetű háza mellett. Tudta, hogy hamarosan megjelenik 2 szerzetes a nagyboldogasszony rendházból, és kötőféken vezetett burron hozzák haza apjához a halott elsőszülött fiút. A zsinagógákat évszázadokkal korábban emelő zsidó nemzedékek az ősi előírást követve a település legmagasabb pontjára építették az imaházakat. Választásuk a Tajó folyóra néző kopár szirtetőkre esett. Bernardo alatta kanca idegesen hátrahőkölt a meredély peremén. Isten anyja! Futott át az agyán, és nagyot rántott az ablán, majd amikor a megfegyelmezett ló lecsillapodott, elmosolyodott a helyzet iróniáján. A megváltó nagyanyja, álmélkodott fennhangon.
Elképzelte Meir Ben Helki azt itt, amint türelmetlenül vár, hogy a sötétség leplet terítsen a tájra. Úgy gondolta, a fiú nem félt a szirtektől. Bernardo maga is sokszor áldogált itt apjával, Jacob Espinával, a sábesz végét jelző első három csillag kinyúltát kémlelve a sötétbe boruló égen. Ellesentette a képet, ahogy zsidó múltjának felkavaró emlékeit szokta. Átlátta Helkiász bölcsességét, amikor egyetlen 15 éves gyereket bízott meg az erekje tartó célba juttatásával. Egy fegyveres katona maga a kincs ígérete lett volna az úton állók szemében. A jellegtelen batyúval a sötétség leple alatt útnak eredő fiúnak több esélye volt. De még így sem elég, állapította meg Espinja. Leszállt a nyerekből, kötőféken vezette tovább a lovat a sziklás ösvényen. A peremtől pár lépésre kőkúnyhó állt, még a római katonák építették, innen taszították mélybe a halálra ítélteket. Messze, lent a folyó szépséges ártatlanságban kanyargott a sziklaszirtek és a szemközti gránit tető között. A toledói fiúk sötétedés után kerülték ezt a helyet. Ha jól fülelsz, hallhatod a halottak jajveszékelését, állították. Espinja gyalogszerrel vezette tovább hátasát az ösvényen, míg a függőleges meredély lankás domboldallá nem szelídült. Akkor hátat fordított a tetőnek, és leereszkedett az ösvényen a folyópartra. Az Alcantara híd szóba sem jöhetett, melyben Helkiász sem választotta volna. Kevéssel lejjebb Bernardo elért a gázlóhoz, ahol a fiú átjutott a folyón, akkor újra felült a kancára. A túloldalon meglelte a nagy boldogasszony rendház felé tartó gyalogutat. Kicsit távolabb a föld zsíros és termékeny volt, itt viszont sovány, napperzselte, legfeljebb legelőnek alkalmas. Espinja kisvártatva bégetést hallott, aztán a jókora nyájat is megpillantotta. A rövid szálló füvet csipkedő állatokat Diego Diaz egy ismerős öregember felügyelte. A juhásznak szerteágazó rokonsága volt, mint anyáj, majdnem akkora, Espinja több családtagját is kezelte már. Adjon Isten, Señor Bernardo! Adjon Isten, Señor Diego! Felelte Espinja, és leszállt a nyerekből. Kicsapta lovát legelni a birkák közé, pár percig múlatta az időt a juhásztal, azután így szólt. Diego, ismersz egy Meir nevű legényt, Helkiász zsidó fiát? Igen, Señor. A sajtkészítő Aaron Toledano unokaöccse, igaz-e? Úgy van. Mikor láttad utoljára? Tegnap este szürkületkor a bácsikája sajtját vitte a vevőkhöz, és egyetlen szueldóért akkora kecske sajtot kaptam tőle, hogy ma megvolt a reggelim. Az a sajt? Miért is nem adott még egyet? Espinjára sandított. Miért keresett? Tárosztfát tette tűzre? Szó sincs róla. Azért. Rendes gyerek az, ha zsidó is. Láttál-e mást a környéken tegnap este? Kérdezte Espinja, és a juhász elmondta, hogy nem sokkal a fiú távozása után két lovas haladt át a legelőn, de azok nem láttak, nem hallottak, úgy siettek. Kis híján legázolták hátasaikkal. Kettőt mondtál? Tudta, hogy az öreg akkurátusságában megbízhat, nyilván jól megnézte őket magának, ha már olyan csoda történt, hogy éjszakai látogatói voltak, és mégsem bánt a birkája. Egy katonaembert láttam a holdvilágnál, lovag lehetett a finom páncéljából, meg egy papot vagy szerzetest, de a csuhája színét nem volt érkezésem megfigyelni. Tétován elhallgatott. Mint egy szentnek, olyan volt az arca. Melyik szentre hasonlított? Melyikre, melyikre, úgy külön egyikre sem, mondta a juhász ingerülten. Gyönyörű arca volt, átszellemült, mint a szent képeken, azt akartam mondani, magyarázta, és keresztet vetett. Négy birka leszakadt a nyájtól. Diego bosszus mordulással intett a terelőkutyának, hogy szedje ráncba őket. Különös, gondolta Bernardo. Átszellemült arc, mint a szent képeken. Lovához lépett, fellendült a nyerekbe. Krisztus legyen veled, Señor Diaz! Az öregember gúnyoros pillantást vetett rá. Veled is, Señor Espinja! A bajlódva legelésző juhnyájtól nem messze a föld újra dúsabb, zsírosabb lett. Bernardo szőlőültetvényeken, mezőkön lovagolt át. A rendház olajfaligetével szomszédos mezőn megállt, leszállt a nyerekből, kikötötte a lovat egy bokorhoz. A füvet paták tiporták le, gyöntölték le. A juhász azt mondta, két lovat látott, két ló épp ennyi dúlást művelhetett. Valakik megneszelték az ötvös mester megbízatását. Tudták, hogy Helkiász munkája a végéhez közeleg, nyilván figyelték a házát, mikor indítja útnak az elkészült remeket. Itt csaptak le a fiúra. Meir hasztalan sikoltozott.
Az olajfaliget lakatlan vidéken volt, erős gyaloglásra a rendháztól. Vér. Itt kapta a vágást az oldalára a fiú az egyik lándzsástól. Bernardo lassan ballagott tovább a letiport sávon. A lovasok kelepcébe esett rókaként hajtották maguk előtt, Meir Ben Helkiászt újabb és újabb sebeket ejtve hátán. Itt ragadták el tőle a börtarisznyát. Kicsit odébb két sajt fehér lett a Diego által leírt fajtából, a fiatal futár menlevelei. Már gyűltek rájuk a hangyák. Az egyik sértetlen volt, a másik széttaposva, mint amire hatalmas pata tiport. Itt leterelték a fiút az ösvényről, az olajfák paraványa mögé, és egyikük, vagy mindkettő kedvét töltötte rajta. Végezetül elnyisszantották a torkát. Bernardo szédült, feje zsongott. Nem volt még olyan messze saját zsidó gyermekkora, hogy elfelejtette volna a felfegyverzett martalócoktól való félelmet, a rettegést, az oly sok korábbi gonosz tett tudatát. Sem zsidó felnőtt korától nem távolodott el annyira, hogy az érzéstől szabadulhasson. Egy hosszú pillanatra képzeletében átvedlett a fiú bőrébe. Hallotta a lovasokat, érezte szagukat, érezte a hatalmas, vészjósló éjjeli alakokat, a nehéz lovak dübörgő közelettét a sötétségen át, a borotva éles pengék kegyetlen döféseit, a fajtalankodást. Az orvos doktor Bernardo megtántorodott az alábukó nap alatt, vakon a kanca felé botorkált, hogy elmeneküljön. Nem gondolta, hogy a sötétség leszálltakor hallaná Meirben Helkiász lelkének sikolyait, mégsem volt maradása az elátkozott helyen.